Információs napot szerveztek a megyeházán. Az érdeklődők a jelenlegi 2014-2020-as időszakban meghirdetett Interreg Románia Magyarország programról kaptak tájékoztatást. Partnerség egy jobb jövőért mottóval ez a 4-4 határmenti megye pályázhat a közös fejlesztésekre. Mivel Interreg, azaz határon átnyúló projekt, minden pályázatban szerepelnie kell egy magyar és egy román félnek. A program második körében három prioritásra pályázhatnak. Ezek a vízgazdálkodási beruházások, az intézmények és civilek közötti együttműködések, valamint kerékpárutak fejlesztése. A teljes rendelkezésre álló keret az közel 10 millió euró. Ez az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása. Ehhez jön még hazai társfinanszírozás, illetve a pályázók önereje. Az, hogy a különböző prioritásonként hogyan oszlik meg a rendelkezés álló összeg, az teljesen változó. 70 ezer eurótól 2,5 millió euróig megy. Itt attól is függ, hogy milyen projekt, milyen prioritásra. A nyílt és a kiemelt projektek számára kiírt, célzott pályázati felhívásokra is kizárólag non-profit szervezetek pályázhatnak, így például önkormányzatok vagy egyházak. A közös fejlesztések céljai között szerepel a határon átnyúló munkaerőmobilitás támogatása és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése is. Az információs napon a leendő sikeres pályázókat a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte. A megyei önkormányzat nagy-nagy örömmel adott színhelyet ennek a rendezvénynek, hiszen egyrészt a megyében rengeteg olyan pályázó, potenciális pályázó van, aki majd reméljük, hogy forrásokat tud bevonni ebből a pályázati programból is. Voltak erre már jó példák, Interregből rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, akár magyar oldalon, akár román oldalon, ami mindenképpen azt hiszem, hogy előremutató és nagy jelentőséggel bír. A program teljes költségvetése több mint 230 millió euró, ebből 177,7 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít. Ezt egészíti ki a két állam társfinanszírozása és a partnerek önereje.